A bevonulás ünnepélyes pillanatai. A közelmúltban a Korányi Frigyes gimnáziumban is megtartották a szalagavató ünnepséget. Az idei tanévben 4 osztály 114 tanulója sorakozott fel a sportcsarnok arénájában, hogy megtegyék a végzős élet első nagy lépését, és megünnepeljék a szalagtűzés pillanatait. Az ünnepség kicsi kívül a diákokról szól, azonban az intézmény életében is jelentős eseménynek számít. Egyrészt szomorúság, egyrészt öröm. Öröm lesz az, ha elképzelhetőleg és remélhetőleg is biztos vagyok benne, hogy mindenki sikeres érettségit fog tudni tenni, illetve olyan pályát választanak, amik álmaikban majd megvalósulnak. A szomorúság az, hogy ők elmennek, az öröm az, hogy leérettségiznek, és az öröm az, hogy remélhetőleg azért még négy osztály a 2014-15-ös tanévben hozzánk fog kerülni. És így feltöltődik intézményünk ugyanúgy. Most ugye véget érnek a szalagavatós próbák, a diákoknak valamennyi szabad ideje ezzel felszabadul, de mégsem lehet azt mondani, hogy fellélegezhetnek. Az utolsó évben még milyen feladatok állnak előttük? Hát a különböző próbanyelvvizsgák, a különböző OKTV versenyeken történő megmérettetés, készülés az érettségire, a ballagásra, és tanulni és tanulni. Pászói Adrián Nikolász. A diákok hónapok óta készültek ezekre a pillanatokra. A végzősöknek osztályfőnökeik tűzték fel az utolsó gimnáziumi évet szimbolizáló kis szalagokat, majd kezdetét vette az ünnepi műsor. A sok próba eredményeként a tangótól a csacsacsáig többféle táncot tekinthettek meg a megjelent családtagok és barátok. A végzős diákok már nagyon várták a szalagavatót, és szívesen meséltek a készülődésről, az osztályközösségről és a továbbtanulásról is. Igazából még tervem nincs, szerintem nagyon az iklet, de az biztos, hogy valamilyen kozmetikus képzést el szeretnék majd végezni, mert az, amit tényleg nagyon érdekel és nagyon szeretek. Milyen volt az osztályközösség? Nagyon jó volt. Ugye az első évfolyam ugye az arról szólt, hogy megismerkedtünk, de így az utolsó év végére már igazán összekovácsolódtunk. Mit felsz ettől az esklétől? Izgulsz? Kicsit igen, a tánc miatt, meg úgy az egész, úgy várom, hogy milyen az egész esemény. Szerettél ebbe az osztályba járni? Szerettél ezen a szakon tanulni? Hát 3 éven át drámás voltam, és nagyon-nagyon imádtam, és idén pedig az érettségi felkészülés miatt ott hagytam a drámát, és általános tagozatos lettem, de ugyanúgy imádom az osztály légkörét. Milyenek a továbbtanulási szándékaid? Hát mindenféleképpen magyar szakos iskolákat nézegetek, az irodalommal szeretnék tovább menni. Milyen érzés végzősként készülni a szalagavatóra? Hatalmas ideg van bennem, hogy nehogy elroncsak valamit, nehogy elessek a magas sarkukban. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Miért döntöttél úgy, hogy drámatagozaton töltöd a középiskolás éveidet? Hát igazából én, ugye ezek a biológia, a matek szakok nekem nem nagyon a kedvenceim, tehát én inkább szeretem megmutatni, hogy csinálunk valamit. A jövődet is ilyenfajta szakmában képzeled el? Hát egy kicsit eltér tőle, mert óvónéni szeretnék lenni, nagyon szeretem a gyerekeket, meg úgy érzem, hogy ha óvónéni lennék, akkor gyerek maradhatnék közöttük én is. Szerettél ebbe az iskolába járni? Úristen, nagyon. Mindig azt mondom, hogy miért nem ebből van 8 év, miért csak 4 év. Annyira jó az osztályközösség és osztályfőnök, és minden a legjobb volt. A diákok szalagavatós műsora nagy sikert aratott a meghívott vendégek körében. Ezután a Korányi Frigyes gimnázium végzős tanulói már gőzerővel készülhetnek a tanév további megmérettetéseire és az érettségi vizsgákra.